Országos tüntetés sorozatba kezd a Mi Hazánk a kormány megszorító politikája miatt. A párt szerint az a kormány, amely a lakosságot terheli, nem nemzeti. Vendégünk Dúró Dóra. Itt van tehát a Mi Hazánk mozgalom elnökhelyettese, és folyamatosan látják az élőképeket Budapestről a tüntetésről. Jó estét kívánok! Azért Németh Szilárd a Hír TV-ben úgy nyilatkozott, hogy dolgoznak valamilyen kompenzációs rendszeren, és mindenkin szeretnének segíteni, és például a Nagycsaládosok Országos Egyesületével is tárgyalt. Még van remény. Azért az elég szomorú, hogy egy magát családbarátnak nevező kormánynak nem jut eszébe, hogy a családokat, illetve minél többen élnek egy háztartásban, nyilván család alapján élnek Magyarországon egy háztartásban, tehát őket sokkal jobban fogja sújtani, mint mondjuk egy egyedülálló embert, aki az átlag alatt fogyaszt feltehetően, bár hogyha nem jól szigetelt a háza, és vidéken azért rengeteg ilyen is van, akik főleg idősebb emberek, régi házakban élnek, ahol szintén óriási számlákat kell, hogy befizessenek, ezután meg még nagyobbakat, tehát azért ez elég kegyetlen és igazságtalan a kormány részéről. Németh Szilárd még egy hónapja is, tehát nem csak választási ígéretként, hanem még egy hónapja is azt mondta, hogy a háztartási rezsicsökkentést fenn fogják tartani. Egy hónappal ezelőtt mondta ezt, aztán most látjuk, hogy mi történt. Ugye az ellenzék kritikáira úgy hivatkozik a kormány, hogy ha az ellenzéken múlna, akkor nem is lenne rezsicsökkentés, és nyilván ilyen szempontból a Mi Hazánk helyzete teljesen speciális, mint új parlamentbe jutó párt. De ez kétségtelen, hogy azért azt minden ellenzéki párt elmondta, hogy ez így abszolút igazságtalan volt, és gazdaságilag pedig egyre fenntarthatatlanabb. Így van, és nem szeretnénk, pláne a Mi Hazánkra egyáltalán nem jellemző, hogy mi zsigeriből ellenezzünk mindent, mondjuk, amit a kormány mond, és van igazság azért abban, hogy a világpiaci árak hogy alakultak, az infláció, a háború, ez kétségtelen a kormánynak részéről, csak ezt egy hónapja is lehetett tudni, meg április 3-án is lehetett már tudni, hiszen a háború már februárban kitört és elkezdődött, és április már azt is lehetett tudni és látni, hogy ez nem egy villámháború lesz, ami mit tudom, egy-két hétig tart, hanem el fog húzódni, és hogy ennek következményei lesznek a magyar lakosságra, Magyarországra nézve is. Tehát az, hogy a kormány akkor a választás előtt tudatosan szemébe hozódott az embereknek, és éppen a kommunikációja középpontjába állította egyrésztről a családokat, akiket most leginkább sújt ez az intézkedés, illetve a magyar kisvállalkozókra hivatkozott, mint fő bázisára, akiket pedig a kataszabályozásnak a drasztikus átalakításával nyírnak ki lényegében. Azért ez elég nagy hitelvesztés. Ugye visszatérve még a rezsicsökkentésre és a családokra, ott egy könnyebbség van, ami a családokra vonatkozik. Mindig elmondjuk ilyenkor, hogy nem ismerjük a magyar közlönyben megjelenő részletszabályokat, de hogy ott a gáznál kapnak ők plusz kvótát, mondjuk így, ami mondjuk csak 3 gyerektől él. De ennyi könnyebbség van. Ez is így van. Valóban ennyit tudunk, szintén a sajtóból, illetve Gulyás Gergely bejelentéséből, és ezt nagyon korrektnek tartom egyébként. És úgy látom, hogy most a magyar médiára jellemző, hogy mindenki igyekszik hozzátenni, hogy nem ismerjük a pontos részleteket, és ezt fontos hangsúlyozni politikusként is, hogy amit mondunk, az a jelenleg hozzáférhető információk alapján mondjuk, de valóban csak életidegen ez a szabályozás szintén. Tehát az a probléma, hogy a fogyasztást tekinti egyedüli szempontnak, ami nem feltétlenül egy túlfogyasztás, az átlaghoz képesti túlfogyasztás nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki pazarol, vagy valaki a medencéjét fűti. Kap erre konkrétan példákat? Igen, hogy ne rengeteg levelet kapunk, például budapesti családtól is, akiknél 2 gyermek van, tehát nem esnek bele ebbe a 3 gyermekes kedvezménybe, viszont velük él a nagymama is. És így nagyon túllépik az átlagfogyasztást, holott, hogyha ez a család, ez az 5 tagú, 3 generáció, generációs család, 5 különböző lakásban élne, akkor belesnének az átlagba, holott pazarlóbb lenne sokkal az energiafogyasztásuk. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont lenne, hogy a kormány igyekszik arra biztatni az embereket, hogy spóroljanak, de ez a szabályozás, ez nem ebbe az irányba hat. Na most, amiről eddig beszéltünk, az a szakpolitikai megoldásokhoz tartozik. Hardcore politika az, amit ugye bejelentett a Mi Hazánk mozgalom, hogy ha ez így átmegy, akkor tüntetéssorozatba kezdenek majd. Ez mit jelent pontosan, mert hogy tüntetéssorozat, vagy augusztus 1-én egy országos tüntetés? Augusztus 1-én több vidéki helyszínen, 7 vidéki helyszínen biztosan fogunk tüntetni, és már augusztus 1
hetében az összes megyeszékhelyen fogunk tüntetést szervezni. Tehát mivel ez nem csak egy budapesti probléma, hanem nagyon sok mindenki, gyakorlatilag az egész országot érinti, ezért a Covid-diktatúra elleni tüntetéseinkhez hasonlóan vidékre, az összes megyeszékhelyre biztosan fogunk tüntetést szervezni. Úgy beszélünk egy leendő tüntetésről, hogy éppen zajlik egy, amit a nézőink látnak. Ehhez képest mondjuk a Mi Hazánk más nyomásgyakorló eszközökkel fog fellépni, mert hogy zajlik ez a tüntetés, meg egyébként meghirdettek azóta többet, eddig is volt, abszolút semmiben nem befolyásolta a kormányt ezen a héten, meg a döntésekben. Voltak azért olyan példák az elmúlt 12 évben, hogyha nem is túl sok, de például a netadó ellenes tüntetés, az tényleg meghátrálásra kényszerítette hát a kormányt. Csak 10 000 embert kell egyszerre az utcára vinni. Így van, és ez most úgy gondolom, hogy ez a rezsiszabályozás, ez ilyen lehet, hogy megmozdul az egész ország, és mi, ami hazánk erre is biztatja az embereket, hogy mindenhol mozduljunk meg, és ezért is szeretnénk kitágítani a tüntetéseknek a helyszíneit is, hogy ne kizárólag Budapesten, a hidakon, a belvárosban történjenek, hanem vidéken is, hiszen ahogy említettem, a szegényebb rétegek, vagy a nagycsaládosok, vagy ahol 3 generáció lakik egy háztartásban, ezek nagyon sokan vidékiek, és ott is érinti az embereket ez a probléma. Nincs több értelme ugyanazokat az eszközöket együtt használni az ellenzéki pártoknak? Most tudom, hogy a Mi Hazánk ebben így nagyon külön áll, de gyakorlatilag ugyanazokat lépik meg egymás után, minden sajtóközlemény jön gyakorlatilag az ember postafiók, hogy ha Novák Katalin aláírja, akkor alkotmánybírósághoz fordulunk. Én ezt az elmúlt 3 napban valamennyi ellenzéki pártól megkaptam. Én úgy gondolom, hogy az ellenzéki pártoknak ugyanúgy felelőssége van abban, hogy a Fidesznek 2/3 lett, hiszen az a választási kampány és az a választási program, amit kínáltak az embereknek, az gyakorlatilag szintén megbukott április 3-án, illetve az április 3-án bukott meg, a Fideszről pedig most derült ki a napokban, egyrészt a kataszabályozással, másrészt a rezsicsökkentés. A rezsicsökkentésre vonatkozó megszorítással, hogy hazudtak az embereknek. Tehát, hogyha lenne nyitottság a széles választók részéről a balliberális ellenzéki tömbre, akkor az megnyilvánult volna április 3-án, ez nem így történt. De ezért nincsen voltak, semmilyen... Nem csak ezért, természetesen nekünk elvi álláspontunk is, hogy semmilyen közösséget nem vállalunk az a Gyurcsány Ferenccel és az ő szövetségeseivel, sem programunk, sem értékrendünk nem egyeztethető összevelük. Még egy pici részletet áruljon el, hogy milyen típusú tüntetésre készülnek azon túl, hogy országos. Ez a helyszínektől fog függeni, és a félpályás útlezárások is elképzelhetők, de a klasszikus, statikus tüntetések szintén, amelyeket korábban is tartottunk vidéken, nyilván a helyi sajátosságokhoz fog igazodni, illetve ahhoz, hogy mit tudunk megszervezni, mi az, amire van fogadókészség az emberek részéről, mert ugye még egy kvázi fenntarthatatlan ügy van, amiről még nem beszéltünk, a benzinár és az üzemanyag kérdés. Nem biztos, hogy most a legszerencsésebb mondjuk félpályás útlezárást tartani, nem biztos, hogy az emberek eljönnének autóval egy ilyen típusú útra. Ez a kérdés is biztos, hogy napirendre fog kerülni legkésőbb ősszel. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm a lehetőséget.